Ma Szent István király, első magyar király főünnepe van. Ünnepi szentmisével kezdődött az augusztus 20-ai ünnepség Jászapátin, a Kisboldogasszony római katolikus templomban. Első magyar királyunk Szent István király napján, ki keresztényé tette nemzetünket, Kladiva Imre apátplébános celebrálta a szentmisét. István király személyében, ki magas uralkodó és állam alapító hújt el, az erős és igazságos király, aki a szigort, a szerítséget tudta párosítani. Ha a szükség úgy kívánta, tudott harcolni, és kivétel nélkül mindegyikben győzött. Még csak csatát sem vesztett, ami a legnagyobbaknak, ugyanígy Jánosnak sem sikerült. Mindazonáltal béke szereplő volt, támadó hadjáratot nem kezdeményezett, harcias nemzeti, a gyümölcsöző béke világába vezette. Erdő Péter bíboros modern politikusnak nevezte, halála után az egész nemzet gyászolta, és az ország minden pontjáról sereglettek az emberek a temetésére Székesfehérvárra. 1771 óta pedig minden év augusztus 20-a, 1083-as szenti avatásának évfordulója, nemzeti ünnep. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tanuljunk más népektől, ugyanakkor őrizzük meg mindazt, ami a miénk, és adjuk tovább nemzedékről nemzedékre. Ha ezt megtesszük, akkor együtt örülhetünk az anyaföld adta javakat. Magyarul fognak beszélni a Kárpát-medencében, magyarul szól a dal, magyar néptáncot táncolnak. Ahogy az új kenyér is, mindig a jól elvégzett munka eredménye, ami táplálékot szolgál nekünk, ugyanígy István király tettei a magyar népnek táplálékul iránymutatásul szolgáltak a történelem során is ma is. A Szent Mise utáni díszünnepségen Farkas Ferenc polgármester szintén az államalapító tetteit méltatta. Elmondta, nagy királyunk tettei máig iránymutatásul szolgálnak, és arra kell törekednünk, hogy tovább is örökítsük ezeket. Pragnę podkreślić fakt, że oba nasze narody mają podobnie zapisane karty historii. Az ünnepségen részt vett a testvértelepülés képviseletében Barbara Pilawa Kraus, Lancútjárás helyettes starosztája, aki kiemelte, mindkét nemzet hasonló történelmet tudhat maga mögött, hasonló mentalitással, küzdelemmel folytatott időszak van mögöttük és mögöttünk, elmondta, a két önkormányzat azon dolgozik, hogy a kapcsolatot tovább mélyítsék. További sok sikert kívánt a város az ország sikeres építéséhez, és kifejtette, partnerei szeretnének lenni ebben Jászapátinak. Ezen, talán a magyar nemzet legszebb ünnepének nevezhető napon, hosszú évek óta hagyomány, hogy az önkormányzat olyan személyeket, közösségeket tüntet ki, akik sokat fáradoznak a város megújulásáért, hírnevének öregbítéséért. A díjátadó ceremónián a közszolgálati díjazott munkásságáról készült filmet tekinthették meg elsőként a jelenlévők. Nagy Lászlóné Incike 1956. október 5-én született Jászapátin, általános iskolai tanulmányai után a Mészáros Lőrinc gimnáziumban érettségizett 1975-ben. Közvetlenül az érettségi után Jászapátin a mezőgazdasági szakközépiskola szakmunkás képzőintézetben kezdett el dolgozni. Munka mellett levelező tagozaton szerzett könyvelő, statisztikus, számítógépkezelő és mérlegképes könyvelő végzettségeket. A mezőgazdasági szakközépiskolában, illetve annak jogutódjánál, a Somos András mezőgazdasági szakképzőiskolánál 1998-ig állt munkaviszonyban. 1998-tól 2005-ig Jászberényben egy könyveléssel foglalkozó Kft-nél dolgozott, majd újra visszatért az akkor már ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi és vendéglátóipari szakközépiskola gazdasági irodájára. 2010. novemberében került a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályára, azóta egy rövid megszakítással itt dolgozik. A fentiek igazolják, hogy munkáját évtizedeken keresztül kisebb-nagyobb közösségek szolgálatában végezte, a maga bölcsen, csendes, szerény, precíz módján.
Mindenkori munkatársai igazolják segítőkészségét, munkabírását, az, hogy mennyire jó vele együtt dolgozni. Mindenki problémájára próbált megoldást keresni, legyen az ügyfél, üzleti partner, vagy akár egy hozzáforduló munkatárs. Szépen végzett munkájához példás családi háttere biztosítja a stabilitást, férje és két felnőtt fia áll mögötte. 2017 első fél évében készül nyugdíjba vonulni, ezért úgy gondolták kollégái, munkáltatói, hogy sok évtizedes munkaviszonyának méltó befejezése, elismerése lenne a közszolgálati díj odaítélése. Jászapáti Városi Önkormányzat képviselőtestülete a település érdekében végzett kimagasló közszolgálati tevékenysége elismeréseként Nagy Lászlóné részére adományozta a közszolgálati díjat. Nagyon szépen köszönöm. Megköszönte munkáltatóinak, munkatársainak a jelölést, a támogatást, mindig pénzügyi területen dolgozott, a közszférában és a vállalkozói szférában is. Sok munka, tanulás jellemezte az elmúlt éveket, nyugdíjas éveit családjának szenteli majd. Jövő évtől nyugdíjas leszek, és utána teljes erővel a gyermekeim segítésére, felnőtt korú gyermekeim segítésére szeretném szánni az időmet. A következő kis film a pedagógiai díjazottat mutatta be. Nagy Józsefné született Tóth Klára, 1954. december 22-én látta meg a napvilágot ikertestvérével Katalinnal együtt Jászapátin. Klárika tanítói pálya iránti elköteleződése már korán megmutatkozott. A helyi általános iskola és középiskola elvégzése után tanulmányait 1973 és 76 között a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán folytatta. Friss diplomásként egy évig a Szanda Szőlősi Általános Iskolában tanított, majd úgy döntött, hogy családjával szülővárosában telepedik le. Tamás és Klára nevű gyermekeivel otthon töltött két év után egy évig óvónőként dolgozott, ahol feladata a nagycsoportosok iskolára történő felkészítése volt. 1981-től 2012-ig a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában, illetve jogelődjeiben tanítónőként dolgozott. 1989-ben megszületett Máté nevű fia. 2012. szeptemberétől egészen nyugdíjba vonulásáig, 2016. júliusáig a Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola alsós munkaközösségét erősítette. 40 éves szakmai pályája során egy vállalkozókedvű, vidám, lelkes és lelkiismeretes, kezdeményező személyiséget ismerhettünk meg, munkáját megbízhatóan és odaadóan a nevelést és az oktatást egységben szemlélve végezte. A mindennapi munkájában mindig tanítványai érdekeit tartott a szem előtt, időt és fáradtságot nem kímélve, személyes varázsával is arra törekedett, hogy kisdiákjai boldog iskolás éveket éljenek meg, és megfelelő alapot kapjanak későbbi tanulmányaikhoz és az életben való boldoguláshoz. Hiszi és vallja, a pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van, a jövőbe vetett hite, optimizmusa. Nagy Józsefné Klárika, a Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola pedagógusa, méltó a Jászapáti Város pedagógiai díj kitüntető címre. Jászapáti Városi Önkormányzat képviselőtestülete a település érdekében végzett kimagasló pedagógiai tevékenysége elismeréseként Nagy Józsefné Tóth Klára részére adományozta a pedagógiai díjat. Megpróbáltam egész életemben ennek a feladatnak élni, és nagyon örülök, hogy a pedagógiai díj által kitüntetettek táborába sorai közé tartozhatom. Klári néni élete fő célja volt, hogy gyermekekkel foglalkozzon, példaképei tanítói voltak. A példák azok a régi nagy tanítók, Bolváriné, és a többi. Nem akarok többet, ő volt az első, aki meghatározó volt. Elsős korunktól negyedik évig tanított bennünket, és akkor még úgy teltek a napjaink, hogy kim voltunk az utcán, és a kisebb gyerekekkel játszottunk. Tehát ez adta meg az első lökést. Már akkor gondoztuk a gyerekek lelkét, meg azt tanítottuk őket játszani, mert mi voltunk a nagyobbak. Tehát innen indul az egész szerintem. Nyugdíjas éveit pedig már ő is főként családjának szeretné szentelni. Az egészségügyi díjat a város egészségügyi feladatainak ellátásában tartósan példamutató, kimagasló teljesítménye elismeréseként dr. Deák Lehel Imre és felesége részére adományozta a testület. Deák doktor soha nem vágyott a nagy tömegek előtt előadásokat tartó orvos címére. Munkáját mindig egyszerűen, csendes nagyszerűséggel,
és esküjéhez híven elkötelezetten végzi. Kiváló a munkakapcsolat a kollégáival, még soha nem fordult elő, hogy az olykor váratlanul jelentkező helyettesítéseket ne vállalta volna. Saját betegei állapotát folyamatosan nyomon követi, így nem okoz neki gondot, hogy azonnali, gyors és pontos információkat adjon, akár telefonon is, ha az ügyelet ideje alatt kollégáit betegéhez hívják, és a beteg régi leletei nincsenek elérhető helyen. Könnyen belátható, hogy milyen segítséget jelent ez a betegnek és az őt ellátó helyettesítő orvosnak. Egy ilyen díj odaítélésében nem csak az általa gyógyított betegek véleménye, hanem a kollégákkal való kapcsolata is számít. Az ő esetében mindkettő kiválónak minősíthető. Két felnőtt fiú édesapja, példás házasságban él feleségével, dr. Deák Lehet Imrénével, született kis Erika Judit, aki tanári diplomája megszerzése után képezte át magát ápolónőnek, hogy férjével együtt dolgozva betegei teljes körű ellátását megoldják. Így természetes, hogy Deák doktor és felesége az egészségügyi díjat közösen kapják, hiszen az elmúlt évtizedek alatt a munkát is közösen végezték, és bízunk abban, még sok éven át végzik gyógyító tevékenységüket egészségesen, vigyázva a mi egészségünkre. Dr. Deák Lehel Imre Jászapáti legrégebben praktizáló orvosa. Ő és felesége nem voltak jelen, hogy át tudják venni a díjat, de az önkormányzat el fogja juttatni részükre. A következő kis film az év polgárőrét mutatta be. Nagy József kétgyermekes család gyermekeként 1955. július 2-án született Jászapátin. Általános iskolai tanulmányait Jászapátin végezte, utána Szolnokon szerzett autószerelő szakmunkás bizonyítványt, majd ezt követően munkába állt Jász kíséren a MÁV építő és gépjavító Kft.-nél, és azóta is itt dolgozik. Munkatársaival jó viszonyt ápol, rendkívül jó humorának köszönhetően közkedvelt egyéniség. Érettségi vizsgát levelező tagozaton munka mellett tett a Jászapáti gimnáziumban. Később az autószerelő mestervizsgáját is megszerezte. Feleségével, mai egyik kitüntetettünkkel kiskoruk óta ismerik egymást, mindketten az Arany János utcában nevelkedtek. Aktív társadalmi életet élve városunk kiemelkedő, közismert személyiségei. 1976. novemberében házasodtak össze, három gyermekük született, 1977-ben Tomi, 1978-ban Klári, 1989-ben Máté. Jelenleg négy unokájuk van, szabad idejük nagy részét a családdal, unokájukkal igyekeznek tölteni. Kedvenc időtöltése a veterán motorok, autók gyűjtése, restaurálása, aktív résztvevője motoros felvonulással egybekötött rendezvényeknek, ahol polgárőrként felvezető szerepet is szívesen vállal. Édesapja példáját követve malacot tart és unokái kedvéért lovakat. A megalakulása óta tagja a Jászapáti Városi Polgárőrségnek, minden hónap 2., 12., 22. napján teljesítenek szolgálatot, régebben Nász Zoltánnal, pár éve Bankos Istvánnal. Nyugodt, higgadt, barátságos, természetű és jó humorú kolléga és polgárőr, bárkivel szolgálatba osztható. Aktívan részt vesz a Polgárőr Egyesület életében és a rendezvények biztosításában. A polgárőrség szolgálati autóját már többször javította, ezzel is segítve az Egyesület zavartalan működését. Gratulálunk a kitüntető címhez! A képviselőtestület a polgárőr tevékenységével a város közbiztonságának javítását elősegítve huzamosabb ideje kiemelkedő szakmai munkát végző év polgárőre díjat Nagy Józsefnek adományozta. Köszönöm szépen! Hosszú évek óta tagja a polgárőrségnek különleges aktivitással. És gondolom, bár most megkapta és átvehette ezt a díjat, de a munka folytatódik. Igen, folytatódik. Tulajdonképpen az a lényeg, hogy mindig beszéljünk róla, beszéljünk az emberekkel. Például én, ahol lakom, ott ismerek minden módon, kutyogatást, mindenkit ismerek, és tulajdonképpen így összejön 4-5 ember, akkor már tudja, hogy azon a területen milyen bajok vannak, és akkor próbálunk rajta segíteni. Igen, meg gondolom már elfogadják és keresik is önöket. Igen, keresnek bennünket, szólnak, ha valami probléma van, és akkor próbálunk mi rendezni, amit tudunk, együtt a rendőrséggel, meg a kollégákkal. Az év tűzoltóját mutatta be a következő kis film. Mihály
Kozmai László 1974-ben született Jászberényben, iskolait Jászapátin és Szolnokon végezte. A Jászapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület soraiba 2006-ban 10 éve lépett be. Segítő hozzáállást tanúsított az egyesület felé, és még tag sem volt, amikor már önként jelentkezett a 2006-os tiszai és körösi árvízvédelmi munkálatokra. A tagság soraiba történő felvételét követően 2008-ban 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot végzett, 2013-ban láncfűrész kezelői vizsgát tett, 2015 tavaszán pedig szerparancsnoki képzésen vett részt. A 10 éves tűzoltói munka során Mihály László sok bevetésen aktívan vett részt, és mindig az önként jelentkezők között volt, ha nehéz fizikai vagy megterhelő pszichikai munkát kellett végezni, legyen szó tűzoltásról, műszaki mentésről vagy baleset során sérült személy mentéséről. A tűzoltási és műszaki mentési feladatokon kívül rendszeresen segít a rendezvényeken történő megjelenésekben, a diáknapokon, a tűzoltónapok és a versenyekre történő felkészülések tekintetében is. A Jászapátin történő munkavégzése lehetővé teszi, hogy a napközben, munkaidőben érkező riasztások esetén ő is részt vegyen a kárelhárítási munkákban. A fentiek alapján Mihály László méltán érdemli meg a Jászapáti Városi Önkormányzat által alapított év tűzoltója díjat. Munkájának elismeréseként, önkéntes tűzoltóként huzamosabb ideje tartós, kiemelkedő szakmai tevékenységet végző, példaértékű egyéni tevékenysége miatt Mihály László az év tűzoltója. Köszönöm szépen mindenkinek, a polgárhivatalnak, bajtársaknak, elnökúrnak, elnökhelyettesnek. Meglepődött a jelölésen, meghatódva vette át a díjat, hiszen ő csak teszi a dolgát, de ahol segítségre van szükség, ott azonnal számíthatnak rá. Milyen feladatokat szokott vállalni? Mennyi időt tud erre ember részt? Hát már közel 10 éve, egész pontosan most lesz 10 éve. Hát a munkámból kifolyólag este 5-től egész éjszaka bármilyen tűzoltástól kezdve, életmentés, akkor darázsítástól kezdve minden. És gondolom már ismerik és tudják, hogy számíthatnak önre, és szokták is keresni. Igen. Az év vállalkozója díjat is odaítélte a képviselőtestület. Kassa Lajos 66 éve, január 1-én született, Peresen nőtt fel, a Műszeripari Szövetkezetben kezdődött a pályafutása. Később a Termelő Szövetkezet ipari ágazatában végigjárta a ranglétrát. Előbb szerelő, aztán műhelyvezető volt, később ipari ágazatvezetőként dolgozott. 1972-ben Törökszent Miklóson gépésztechnikusi oklevelet szerzett. 1975-ben kötött házasságot Almási Gizellával, akitől két gyermeke született. Gyermekei, Lajos és Dóra, mindketten a Jász Plastik Kft-nél dolgoznak, két fiú unoka boldog nagyszülei. 1986-ban unokatestvérével, Kassa Jánossal autóalkatrészekből, mezőgazdasági gépek alkatrészeiből 6 hónap alatt megalkottak egy fröccsöntőgépet. E gép segítségével házának pincéjében olyan PVC-ből készült termékeket állított elő, mint például szekrényfogantyú, abrosz csiptető, stb. Az üzlet beindult, s már nem csak a két férfi dolgozott a pincében, lassan 20 embernek tudtak munkát adni. A Jász Plastik Kft. 1990-ben jött létre. Megvásárolták a Necsői telephelyet, mely mára 70 hektárossá nőtte ki magát. 1996-ot követően a megrendelők sorába lépett több multinacionális cég is, ami nagyon fontos ebben a sikertörténetben. Jelenleg 3 országban, 8 telephelyen mintegy 5000 embernek adnak munkát. A Jász Plastik Jászapáti üzemének alapkő letételére 2013. október 20-án került sor. Ez az alapkő letétel fordulópont Jászapáti életében, hiszen együttműködési lehetőségek nyílnak, melyek lehetővé teszik a település felvirágozását. A két épületből álló üzem 66 ezer négyzetméter. A bálázott üdítős palackokból naponta körülbelül 1 millió darabot hasznosítanak újra, ami a palackok forróvizes mosását, darálását és színre történő válogatását jelenti. Az újrahasznosított PET, pehely műanyagból a Jász Plastik Kft. Nagyrédei üzemegységében tojástartót gyártanak. A palackokon túl ipari csomagoló fóliákat is újrahasznosítanak napi 10 tonna mennyiségben.
Kassa Lajos szerény ember, inkább teszi a dolgokat, mint beszél róla. Nem nagyon szereti a nyilvánosságot, a mai napig aktívan részt vesz az operatív munkában, aminek köszönhetően Jászapáti Város Önkormányzata évvállalkozója kitüntető címben részesíti. Kassa Lajost a Jászplasztik Kft. Cégvezetőjét választották az év vállalkozójává, mint jászapáti székhelyjel, illetve telephelyjel rendelkező gazdasági társaság vezető tisztségviselőjét, aki sikeresen működik, stabil, eredményes gazdálkodással bír, tevékenységével hozzájárul a város fejlődéséhez, hírnevének megbecsüléséhez, továbbá szakmailag elismert, köztiszteletben álló személy. Meglepődtem, megmondom őszintén, ez a kitüntetés, és azért, hogy én nem jászapáti lakos vagyok, hanem jászbenyi lakos vagyok. Igaz, hogy jászapátin vállalkoztunk, itt is vállalkoztunk helyesebben, és hát ebből is azt érzem én, hogy a jászok összetartoznak, hogy egy jászbenyi vállalkozó jászapán is tud érvényesülni. A jászapáti telephely 2013-as alapkőletétele óta folyamatosan fejlődik. Lezárult a próbaidőszak, beindult a második műszak, és amennyiben az alapanyagellátás megoldódik, további fejlődés lehetséges. Hát ezen tevékenységet a gépi kapacitásunk bőven tudnánk még növelni. Sajnos egy probléma van az országban, hogy nincs kellő alapanyag, ezért ezt az alapanyagpótlásunkat Ausztriából és Szlovákiából oldjuk meg. Bízunk abban, hogy a jövőt illetően megoldódik Magyarországon is az alapanyagellátásunk. A képviselőtestület által adományozható díjak közül utolsóként a Városérdíjat adták át. Szabóné Nagy Enikő 1997 nyarán Szabó Dénessel kötött házassága révén került Jászapátira, akivel egy fiú gyermeket nevelnek. Városunkba költözése óta őrködik a jászsági és székely hagyományok ápolásán, 11 éve kezdeményezője és ötletgazdája a csíkmenasági repülymadár hagyományőrző egyesülettel való civil kulturális kapcsolatnak. Segítségével több száz jászapáti és kistérségbeli kiránduló ismerhette meg Erdély és a Párcium történelmi hagyományokban és épített szellemi kulturális örökségben gazdag tájait. 2015-ben egyéves szervező munkáját dicsérte, hogy városunkba látogatott Böjte Csaba világhírű ferences szerzetes. Csaba atya Dévai Szent Ferenc alapítványának több mint 1,5 milliós támogatást gyűlt össze a mise alkalmával. Diákjaival példamutató, karitatív, közösségnevelő munkát végez. Emberségét, empátiáját és közösség iránti elkötelezettségét bizonyítja, hogy 2015. augusztusában megszervezte a borszéki gyermekotthon hátrányos helyzetű lakóinak és a karcfalvi hányatatott sorsú fiataloknak a táborát. Szívesen, nagy sikerrel szerepelt a helyi színjátszókör előadásain is, több civil szervezetben végez segítő munkát. Enikő ötlete alapján vált rendezvény helyszínné, és váltotta be hozzáfűzött reményeket a jászapáti 20. Jászvilág találkozón a helyi gimnázium. Személye, kulturális szervező munkája maximálisan segítette a mintegy 6000 főt számláló nagy rendezvényt. Ekkor is 3 nap alatt az egyik legnehezebb feladatot oldotta meg kiválóan, 200 önkéntest irányított. A 2013. és a 2016. évben egyik főszervezője, műsorvezetője volt a 24. és a 27. Jászbálnak, és elsőként segítette Utasiné dr. Garai Borbála munkáját a Mátra-Verebély Szentkúti gyalogos zarándoklat megszervezésében. Szabóné Nagy Enikő tevékenységét mindig ingyen, nagy elhivatottsággal végzi. Kulcs szavai a kérem, a köszönöm és fegyvere a magával ragadó szeretet, megértés és emberség. Ezen tulajdonságok és tevékenységei tenni akarása ismeretében méltán érdemes a Városért díjra. A város életének fejlesztése terén hosszabb időn át kiemelkedő munkát végző, és ezzel a város szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez jelentősen hozzájáruló Jászapáti Városért kitüntető címet Szabóné Nagy Enikő vehette át. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy hálás vagyok a jó Istennek, hogy nekem erőt és egészséget adott ahhoz, hogy az által kijelölt úton járni tudjak. Meghatódva vette át és köszönte meg a díjat Szabóné Nagy Enikő, aki majd 20 éve él Jászapátin. Ahogyan ő mondta, székelyként a jászok között élni neki küldetés, barátokra, támogatókra lelt, összetartó közösség alakult ki körülötte. Hihetetlenül nagy boldogság,
és megnyugvás azt tudni, hogy nagyon sokan támogatják az én munkámat, és nagyon sokan szeretnek, megszerettek ennek a ezeknek a különböző feladatoknak a kapcsán. Amikor elkezdtem összeszedni a gondolataimat, hogy mi is történt az elmúlt 19 évben, akkor borzasztóan meglepődtem azon, hogy mennyi sok embernek köszönhetem azt, hogy ilyen tevékenységeket folytathatok. És ez nagyon nagy öröm, hogy közösségben lehet dolgozni. Mindennek ez a legnagyobb értéke. A díjátadó után két nappal pedig már folytatta is a munkát, Böjte Csaba borszéki gyermekeihez szállították el az adományokat, és töltenek velük egy hetet. A ceremónia az elszármazottak Jászapátiért díj átadásával folytatódott. A Jászapátia Mi Városunk Alapítvány célul tűzte ki az elszármazottakkal való kapcsolatok építését, ápolását. Ezzel a kitüntetéssel szeretné elismerni azoknak a tevékenységét, akik ugyan máshol telepedtek le, de múltjuk és jelenük összefonódik a település életével. Horváth Gábor Jászapátin született 1944-ben az István Király utca 24-es szám alatt. Szülőháza, a Horváth Kúria, ma Horváth Bölcsöde, amely eredeti állapotának megfelelően újjáépítve a város egyik legszebb épülete. Az épületet a dédnagyapa Horváth Gábor építette három gyereke számára még a 19. század végén. Az 1950-es évek közepén el kellett hagynia a családi fészket, miután az állam gimnáziumi kollégium céljára kisajátította a gyönyörű patinás épületet. Horváth Gábor édesapja a Dunántúlon tudott munkát vállalni, majd később a család is követte. Így került Gábor az esztergomi Ferences rendi gimnáziumba 14 évesen, majd az érettségi után jogi egyetemre nyert felvételt. Hamarosan megnősült, feleségével Eger városában telepedtek le. A család eltartása érdekében munkát kellett vállalnia, így egyetemi tanulmányait abba hagyta. Általában jogi, igazgatási területen dolgozott, főként vezető állásban egészen a nyugdíjazásáig. Közéleti tevékenysége által jelentős szolgálatot tett lakóhelyének, így 8 évig volt tagja a Városi Képviselőtestületnek, tagja és alelnöke volt a Heves megyei közgyűlésnek, illetve elnöke a Mezőgazdasági Albizottságnak. Fia orvos, szintén Egerben él családjával. Bár Horváth Gábor életének nagyobbik hányadát Egerben élte, tevékenyen segítette a város fejlődését, szíve mindig visszahúzza a szülővárosába. Jászivány határában lévő tanyájukon szívesen tölti a szabadidejét, és gyakran találkozik a Jászapátin élő rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel. Gyűjti, gondozza és őrzi a családja és szülővárosa történelmét, hagyományait. Nem csak a letűnt korok tárgyi emlékeit, de az arra méltó elődök szellemiségét, erkölcsi és morális értékeit is igyekszik megőrizni, továbbvinni. A föld szeretete, a mezőgazdasághoz való szoros kötődés egész életét végig kísérte, jelenleg is gazdálkodik az Apáti határában lévő földterületeken. Hiszi és vallja, hogy az életben minden anyagi értéknél fontosabbak az emberi kapcsolatok, a család, az igaz szeretet és egymás megértése, és hogy ne törekedjünk mindig az abszolút igazságra, vegyük észre, hogy a dolgoknak sokféle árnyalata van. A kuratórium ebben az évben Horváth Gábornak adományozta a díjat, melyet dr. Tajti József az alapítvány alapító tagja adott át, egyfajta megújulásként értékelte az elismerést. Egyfajta indítást ad, egyfajta újabb lökést ad szülőföldem, szülőhazám, szülővárosommal szembeni magatartásommal. Családjának el kellett hagyni a Jászapátit, de nem szakadt el teljesen a szülőföldtől. Őszintén megmondom, egész életemben mindig erre a légkörre vágytam. Kénytelenek voltunk annak idején a kor szokásának megfelelően eltávozni Jászapátiról, akaratunk ellenére, viszont ahová kerültünk, ott megpróbáltam meghonosodni, megpróbáltam a jöttmentet elfogadtatni az egri lokálpatriótakkal, és ott volt egy szép munkahelyi, gazdasági és politikai pályafutásom.
egy biztonságos családi háttérrel, de ösztönösen soha nem engedte el a gyökereit. Az apáti földbirtokaikat máig művelik, és néhány éve kriptát építetett a jászapáti temetőbe családjának. Ezt követően a fiatalok munkáját elismerő Szent Kamil díj átadása következett. Főszempontunk az, hogy az egyházközségünkben, városunkban olyan fiatalokat emeljünk ki, találjunk, keresünk meg, akik a katolikus keresztény erkölcsiségük útján haladnak, akik magatartásukkal, életvitelükkel példaként állíthatóak a fiatalok elé. 2016-ban a Bírálóbizottság két fiatalember talált méltónak a díjra, elsőként Jámbor Imre, majd Szabari László vehette át. Benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descendo sub panem et maniat semper omnem. Az ünnepség zárásaként az új kenyér ünnepén Kladiva Imre apát plébános megszentelte a kenyeret, melyet utána Berki László és családja szegett meg. Gyermekei és a segítők körbenjárásával pedig mindenki vehetett a megáldott cipókból. Majd az ünnepség zárásaként a jelenlévők közösen énekelték el a szózatot.